Fertőtlenítő és lábmosó fogad minden kitabált a széki tűzoltó laktanya előterében. Ezeket most kötelező használniuk a tűzoltóknak, mielőtt a szolgálati helységbe lépnek. Hiába a koronavírus, a munka itt nem állt le. A parancsnokság ugyanis 3 belügyminisztériumi pályázatot is megnyert az elmúlt napokban. Amit ugye a munkavállalók bérkorrekciójára tudunk használni, hiszen most a garantált bérminimumot is emelték az idei évben. Ezen kívül, aminek nagyon-nagyon örültünk, egy működési célú pályázatot nyertünk szintén a BMOKF által, a Tolnamegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóságon keresztül. Ez egy nagyon nagy összeg, ami számunkra 15 millió forintot sikerült elérni működési célra. Ezek mellett eszközök beszerzésére is lehetőségük nyílik a bátaszéki tűzoltóknak a 3. nyertes pályázatnak köszönhetően. Erre 4 millió forintot költhetnek. Egy 3 darab korszerű Dräger légzőkészüléket tartalékpalackkal, illetve mentesítő állarccal nyertünk, egy korszerű kárhely megvilágító berendezés, illetve a napi szinten használatos motoros láncfűrészek azok, amiket pályáztunk. A bátaszéki önkormányzati tűzoltók ezek mellett még 30 darab tömlőt is tudnak venni a most elnyert 4 millió forintból.